Szevasztok srácok, Zon vagyok, és most csodatos Beast Druiddal fogok készülni. Illetve ez inkább egy ilyen biztos agro druid keverék, ezért én inkább a midrange-be sorolnám, bár az agro druidnak minden csodálatos lapjával játszik. Meg van egy-két lap, amivel még pluszba például mondjuk a Menagerie Warden vagy a Shellshifter, bár egyébként láttunk olyan agro druidot, aki játszott Shellshifterrel, úgyhogy benne van a Fledgling, és tartalmaz mindent, Hydrába egyet játszik, van Druid of the Claw benne, dupla Living Mana, úgyhogy itt azért vannak dolgok, és akkor nézzük, hogy mit csinál a létrán ez a csodás Beast Druid. Hát és maga Batman az ellenfelünk. Druid of the Claw-t nem tartom. Golak az tök jó. Mindjárt kiderül, hogy ő kalóza vagy nem. Ha nem kalóza, akkor viszont... Uha, mondjuk az első lapját lecserélte. Ezt udvariasan elpasszolom. Jó lett volna egy Mark of the Lotus-t kirakni. Hát ha ez egy... Tehát ha most kijönnek a kalózok, akkor szép világunk lesz. I wonder. Elgondolkodtató. Mit rakjunk az első körbe? Hát ami világít a kezünkben. Csiszk ez van. A kalózok ellen elméletileg ez jó. Ez a Living Mana, ez mondjuk így szép. Ez ilyen hibrid igazából, tehát hogy nem teljesen Beast szinergiára épül csak, hanem azért itt belekerültek erős dolgok. Na most akkor mit csinálsz? Ki tudod tenni a Vorex-et és bele tudod csapni, ha esetleg minden. Ha az, hogy neked jó, akkor kérlek csinálni. Erre meg akarom. Nekem jó az, hogyha a Vorex-ét nem az arcomba csapja, hanem ebbe. És aztán meg majd a Shellshifterrel. 3-5-ös Tauntot akarok belőle inkább? Igen, mert ezt nem tudja Korkronnal leszedni. Az 5-3 a Stealth, az meg durva lenne mondjuk a Wardennel. Igen, és akkor most én... Ahaha! Mondjuk a Shellshifter-t most megcsinálhatom, hogy 5-3 legyen. The jungle provides. Job's done. Jó. És megcsinálom azt, hogy a Fledging és a... Hát nem, ezt a... Mark of the Lotus, basszus. Na hát, srácok, meghaltunk. Na jó, még nem, de hogy a Mark of the Lotus-t valószínű... Nye. Hát igen, a Flappy Bird az ott meg fog halni, mint a fene. X marks the spot. Áú, az igen csúnya így. Hát ez gyakor letáll neki. Az 6. Ez egy 12-18-at tudunk vele ütni. Ez egy csodás mit volt.
Furion versus Uther. No. Megkapjuk a csodálatos Control Paladint. Akarom el Hydrát. Nem akarom. Nem akarom, mert Aldorral megaláz. Jó, Living Manát nyilván a Konszek alázza meg, de... abban nem halok bele. Fegyvert nyilván nem rak ki. Nagyon le akarom eszedni ezt a szutykot, ez a nagy kérdés. Mondjuk ezt meg tudom csinálni. Meg így most nagyon előadjuk az agrót dolgot. Konszek for life. Most kirakja a secretet. Tudom én, nyilván noble sec vagy ilyesmi. I wonder. Megnyomom-e itt a Savage Roar-t, ez a nagy kérdés. Mert ugye ez itt Bordon, az egy 8-as. Reporting for duty. Nem valószínűleg ki kell várnom vele. For the wild. Ó, hát és milyen meglepő, sose gondoltam volna, hogy Noble Sacrifice-on van. Egyébként ez így letáll, ha jól számolom. Ugye én nem hülye vagyok, plusz 2-t ad neki, nem plusz 3-at az a Bloodlust picsába. Vagy az ugye 16 lett volna, az 18 összesen. És ő is ugyanazt a... ez a csodás paladin decket játssz, amit én játszottam az előbb. Az jó. Na de. Ezt megnyomom. Hero Power. Hát nem. Ha is ugyanazt játssza, akkor abban nincs Konszek. Tehát a Living Manát simán kitolhatom, és nincs benne Aldor sem. Out of my jungle. És ami dupla Savage Roar-on van, tehát... lecsaphattam volna éppen. Amit most bele tud tenni, hát... még itt a mutat. Hát és ennek a mellapok szépen. Enna, ez top deck. Még egy Stonehill biztos van a deckjében. És még ugye nem láttuk azt, hogy mit fedezett fel az előbb. Trion nem tudja kirakni. Húzom egy melókat. Egyik sem az, amit ő nagyon szeretett volna, azt hiszem. Mondjuk éppen meg tudja őket adaptolni, és akkor tud három tauntot csinálni magának. Az mondjuk elég.
Na, van-e taunt? Ha nincs, akkor ez... akkor ez GG. Out of my jungle! Kedves lesz. The victory is yours. Move quickly! The victory is yours. Well played. Hát a beastek most nem kaptuk meg neki. Furion versus Anduin. The light shall bring victory. Az ellenfelünk személyesen Dexter. Ilyen foskézzel nem tartotok szerintem Savage Zsolt. Játsz kell Vegin nervét, tehát most, hogyha ezt fel tudom húzni, teljes kezet cserélt. Szóval, egy innervétet fel tudnék húzni, a fledging az jó lett volna, de igazából mindegy. Így is jó lesz. Is someone injured? Jó klerik. Innervét, fledging, és pecsizzel lecsapjuk. Az mondjuk jónak tűnik. És hogyha nincs nála pain, akkor itt vége a dalnak. Ha van, akkor meg... akkor meg mi fogunk sírni. Na? Top deck pain? Ó, nem, elemental. Jól így van, na nézzük. Divine Shield. A plusz egy, plusz egy, akkor ugye 4-4-es, akkor a pisznak tud leszedni. Haha, ez már. Csak potival. Mondjuk Dragonfire-ossal, vagy ilyesmivel. Hasznos az alap. Divine Shield vagy Death Rattle? Hát... Death Rattle. Job done. Fura egyébként, hogy így nem kapok. Na, Colin. Secret Agent coming through! Ó. Tehát ő Dragon Priest-tel játszik. Most ezt kirakom, tuti, hogy abból lesz valami aljasság. Mindegy, Dragonfire potival belejátszok, tudom, de... Plusz egy, plusz egy. Stealth. Dragonfire potiontól nem védi meg, tudom. De hogy ilyen Wind Fury-t nem tudtam kapni eddig három alkalomból, az azért erős. Na majd most lesz nála. Nem csaphatja le egyiket sem. Hát, na és akkor most szeretnék már csak egy Wind Fury-t kapni. Nincs Wind Fury, basszus. Lecsapjuk ezt. Nem. Ha Wind Fury-t kaptam volna már...
halott lenne, de hát majd most jön a poti. Na? Igen, csak a most Dragonfire. Ó, nem, hanem a sárga. Csodás. Where shall I strike? Jó, azt le tudjuk éppen másolni a Wardennal. Csak mondjuk úgy még mindig nem tudunk letába kerülni. Nincs swipe-unk. Pain. Ó, hát hogy az anyádat azt. De mit a volt nálam? Hihetetlen veljük még látunk. És ott volt végig nálam. És ha nem a Drake-et játszom, még fönt van az opera. Ezt csak én nem értem. Egy mana. És így fogunk meghalni. Once upon a time. És három HP-re jön vissza ez a személy. Nagyon nehéz volt eltalálni a, nem tudom én, a fledging-et belőle. The jungle provides. Join the pack. És átálltunk teljes mértekezésre. Let reading dragon lie. Csodálatos ember van. Hát egy újabb nap, amiért utáljuk a priesteket. Nem lehetett megfenyegetni, pedig én nagyon akartam. Várjunk egy kicsit, nehogy megint összesorsoljon ezzel a szar arcúval. Egyébként nem értem ezeket a kibaszott reaktív deckeket. Malfurion versus Morgul. I must protect the wild. Ez mondjuk elég jó. Na. Megnyomjuk ezt, srácok. Első kör dupla fledgling. Mert egy hexet még, azzal még tud mit kezdeni, de kettővel. A hex is ugye három mana, nálam van a coin, tehát így... Avast me! I'm in charge now! Szintoljuk meg. Mi rossz történhet? És a Markov jeserás az még most elég jó lesz. Lecsapni az egyiket. Beszarál. De most kapok egy Wind Fury-t. Valószínűleg meg hexet fog kapni egyébként az állat, de nem tudok mit csinálni. Wind Fury-t, na végre. Nyilván, hogyha van nála a Devolve, akkor ez elég szomorú. Nála, és az nem pont. Yes.
valószínűleg megvan. Van nála devolve akkor, nincs meg nyilván. Egyik sem tanult, jó. Na, nyomjunk még egyet. Malfurion versus Malfurion. I must protect the wild. És ez a bizonyos mirror. Savage Lord sem tartok. Az még az elején felesleges szerintem. Remek, remek. Kirakom, kirakom. Oh. Ez valószínű egy erős hero power? Nem, nem, akkor menj inkább boldog developer. Jó Power of the Wild. Esetleg egy Mark of the Lotus. Jó swipe. Ez kevés, ja. Hát ez egyik sem. Hát és az elátkozott valami. Fekete kár, ó, madár. Swipe ellen tud-e, vagy a Living One ellen tud-e mit csinálni? Hát, hogy én tudok-e ez ellen mit csinálni, igazából most az a kérdés. Mert... 4-4-es charge, ha belerohanok, az nem olyan rossz szerintem. Mindkettő meghalt, tehát teljesen mindegy. Itt is mit a pedig köszönöm. Igen, ez lehet, hogy túl sok trade. Majd meglátjuk, hogy... hogy jó volt ez így. Meh. Kézből. Hidránzok vagy living manázok? Nincs nálam buff, úgyhogy szerintem a... szerintem hidránzok. Így le is tudom másolni egyébként, és hogyha nagyon akarom, akkor még utána a living mana is ki tud jönni. A jó aukciós. Nem másolom el a hidrát. Most az a nagy kérdésem igazából. De valószínűleg igen. Join the pack. És még ezt is megérhetem. A
Aztán, hogyha ez most arcba megy, akkor ugye letába lettem volna a következő körben. Mi 24-ben van, 16-ot, hát vagy... Belülük szinte biztosan kap egyet, kivéve, hogyha most jön a csodálatos Primo Drake. De jön a Primo Drake, az jó, mert utána lehet living manázni. Ez így azért fáj. Hát tudom, mi a living manát ez a kérdés. Hát így valószínű, hogy... Csak el kellene. Most erre a Drake még mindig eléggé szar. Hát igen, hogyha itt swipe-ol, akkor sírok, főleg arcra. Tizenhárom labból tuti lesznál a swipe. Két vred kiment. Bazd már meg! A játék elejóta a kezében tartotta ezt a szart. Sehogy nem tudom megölni, mi? Még mindkét Drake kiment. Ha tudok top deckelni még egy living manát, akkor még lehet esélyem. I got the best deals anywhere. Meghaláshoz valóságos. The jungle provides all the while. Job done. I can see. Na jó, szerintem ennyi elég is volt ebből a beast-es agro druid keverékből, vagy hát nem is tudom. Még mindig úgy gondolom, hogy ez javarészt inkább egy midrange decknek számít, főleg a snowball képessége miatt, mert hogy képes ilyesmire. Meg egyébként a Menagerie Wardennel hatalmas tempo swingeket lehet csinálni. Tehát az, hogy kiraksz egy 6 manáért kiraksz egy lényt, ami 5-5-ös, és lemásol egy bármilyen beastet, főleg mondjuk egy hidrát, az nagyon kemény dolog. Aztán még ez se volt elég az erőben a Jade Druid ellen. Ennyi lett volna a csodálatos Beast Druid, én nagyon örülök, hogy megnéztetek, és találkozunk holnap, amikor is ugye Tavernbrawl lesz. Úgyhogy a Tavernbrawli Spoiler Express meg fog érkezni holnap olyan 6 és 7 között, ahogy általában szokott, és valamikor kártyabemutatóra is igazából időt kéne szakítani, mert hogy most már 9 lap van kint az új kiegészítőből, de azért én meg fogom várni, amíg legalább 20 megérkezik, és akkor majd beszélünk róluk. Örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok! Yeah.